Nórika, nézd meg, hány percnél tartunk a felvételbe. 1:48. Tehát már nem olyan sok. Igen, itt a nagy híd után már nem olyan sok van. Úgy emlékszem, én is. Nem, ez ázott kutyaszag inkább. Nagyon büdös. Ha na, hazamegyünk, és mindenki abban a pillanatban megy a... Meg tudod, most fel fogsz venni egy száraz ruhát, de erre a mocskos, büdösre, testre. Én se értettem, mert hogy elvileg jött vissza egy másik csapat. Igen. Fázik, vagy pisilnie kell, ez a két gond van.
Most tényleg lószag van. Nincs ló, sose találom el az állatot. Na és ez mi? Gólya? Neszté. Nem kócsag. A káró katona, az nem kisebb? Ez nem fekete volt. Ez olyan volt, mint egy szürke gém. Igen, a káró katona az kicsi és fekete. Többiek? Sehol. Hát igen. De jó élet van. Valaki grillez. Minden rendben lesz. Azt hittük Lengyelországban. Forrad se. Képzeld el, hogy meleg, és fahéjjal ízesítik úgy, mint a forrad bort. És ugyanúgy kihozzák korsóban. Kicsit édes is. Fahéj az biztos van benne. Hát az nem sok van benne, mert hogy ugye a gondolom a forralástól kimegy. Hát ez egy kurva szar dolog egyébként szerintem. Tehát nem finom nekem. De forralt bort is iszták ugyanúgy. De van forralt sör is. És volt egy hely, ahol ki volt írva, hogy van tejsör, vagy tejszínsör, tejszínmel szmetána sör, úgy volt kiírva. És bementünk, és Kozi mindenképp meg akarta kóstolni, teljesen be volt indulva, hogy mi ez, mi lehet ez. És bementünk, és ennyi sör volt a kóstolom, és a többi fehér, tényleg mint a tejszín. A hab. Tehát, hogy úgy csapolnak, hogy rengeteg habbal. És szegény többször megkérdezte a csajt, hogy ez biztos, hogy az. Még ki is vitte a izé elé, emlékszel? Ki is vitte a kocsma elé, és mutogatta, hogy ez az? Ez az is ott a csaj, hogy igen. Hát azt hittem, hogy megüti a guta. Hát gondold el, hogy három kort sör volt az alján. És a többi... Azt mondja, hogy...
csapolt, még aztán gondolom, azt még habosabbra csapolta, gondolta, hogy ez a baja, hogy nem elég habos. Húz, Nórika, húz. Ne, fennakadunk erre a bozótra megint. Az... Hát azon majd betoltunk. Tehát Kozi, aki mindig kipróbál minden újfajta sört, így még sose járt. Hát az az, az az. És tényleg ott volt kinne a, egy fotó, amin hófehér, egy korsóban hófehér volt a sör. Hát te, a hab. De teljesen ki volt Kozi. Utána el is lopott büntetésből néhány poharat a csehóból. Beálltunk, és akkor mi a jó fogyasztók vagyunk, egy icipici kis csehó volt, de úgy volt megcsinálva, mint így Írországban egy icipici kocsma. Tehát ahogy mi bementünk, velünk be is telt, így hosszába. És akkor, de nagyon, de a polcok tele voltak nagyon különleges piákkal. És akkor tudod, ott ültünk, a gyerekek kértek meleg teát, mínusz 15 fok volt kint, vagy 20. És akkor hát nézegettük, milyen, nézd már itt milyen viszki van, meg ezek. És a végén kirendeltük a legdrágább ír, vagyis nem mi, hanem Miki, mert Miki az ilyen viszkimániás, és a kedvenc viszkije, ami borzasztó ritka, meg nagyon drága, pont volt. És rendelt egy feles viszkit belőle. Akkor nekem rendeltünk egy gdanszki italt, az aranypálinka, amikor aranypor van az alján. Meg mindenféle marhaságot. Olyan cekket csináltunk ott a csajnak rögtön, és ezért mentünk be ezért a tejszínsőre. Akkor Kozi meghallotta, hogy Miki kikéri a legdrágább viszkit a pultról, az teljesen kiborult. És mi mondta, és Miki, most komolyan, most kirendeled a legdrágább viszkit, most komolyan. Miki meg, kirendelem Andika, utána Miki ért még egyet. Mert hogy ennek ilyen püstös íze van, tudod, ilyen nem tudom mi, tehát ezek a single malt viszkiből is, még abból is az ilyen baromi különleges, meg volt majd, mit tudom én, 50 éves még pluszba. Tudom, hogy hívják. Igen. Finom? Olyan, mintha dohányoztál volna előtte? Milyen kutyátok lesz? Írterjer? A vörös? Azt tudjátok, hogy borzasztó mozgás igénye van? Futni jártok majd vele? De tényleg az van. Tehát semmi baj nincs, ez egy nagyon okos, játékos kutya, de borzasztó szeret futni.
Tehát neki egy kert semmi. Semmi. Gondolkoztunk még angol buldogon, az egyáltalán nem szeretünk. Hát az jobb választás lett volna. Az jobban örül, ha nem kell futnia egyáltalán, sőt, sétálnia sem kell. Figyelj, van egy atléta a családomban. Ja, ez igaz.